Ma már a hulladékgyűjtésben nem csak az úttörők, üzemi dolgozók, hanem a zeneszerzők is bekapcsolódnak. Most nézzük meg, milyen műalkotások születnének, ha ez a téma minden komponistát fémbűtőszám megírására ösztönözne. Elsőnek hallgassunk meg egy opera részletet Verdi Vasfelelős című dalművéből, Rigoletto és Gilda kartársnő kettőség. Az asszony ingatag, nem tudja, mit tegyen. Rossz lábust, fazekat, méheshez elvigyen. Add át a méhnek, több lesz a pénzed. Meggyőztél hát, viszem is mind át. Viszem is mind át. Hát, a méhnek mind az áldóját. Ezután sorra jönnek a népszerűs lágerköltők és a közkedvelt operett dallamok szerzői. Majlát Júlia. Nem adlak másnak, úcskavas csak a méhnek, az úhó szélnek, súgom gyűjtsük a fémet. Kitörhet száz vihar, amely mindnyájunkat felkavar. Ám a föld kerekén, másnak nem adlak én. Horváth Jenő. Te vagy a fém az éjszakában. Mit a hanyag ember elejt? Az úttörőm mit általában a mában, ott nem felejt, mert drága selejt. Kálmán ma ónról álmodtam megint, bocsánat, asszonyom, egy mázsa több ezer forint, így ónról álmodom. Polgár Tibor. Lenn a parton áll egy kis lokál, tenger rész ott mind gyűjtésre vár. A Jim is meg a John is, kicsiny meg nagy hajón is, a tenger részért mind csak oda jár már. Gyűjtsd a fémet, add a vészbe! A nagy operett komponista Lehár Ferenc bizonyára nem aranyezüst címmel írt volna keringőt, hanem vas és színes fém induló a következő képben. Csak a cső, csak a cső, csak a cső, tiszta vas kalapács lesz a fő, új anyag, új a tél, új erő, lesz a gyárban ő, csak ez a fő, a pohóban, ha éri a fő. Újabb fém vas a céltől elő, ezután érthető a dalunk, mire a fő, csak a cső, csak a cső.